Minecraft mindig is az alkotásról szólt. Új dolgok létrehozásáról, ahol szabadjára engedhetjük a képzeletünket. Ez a sorozat nem különbözik ettől a filozófiától. A Minecraft természetéből adódóan ösztönzi a kreativitás kifejezését az ötleteléstől és tervezéstől egészen az alkotásig, megvalósításig. Ez a sorozat mindig is erről szólt, és ezután is erről fog szólni. Egy véget nem érő gondolatmenet, amelynek nincsenek határai, és amely további elméletek kitalálására ösztönzi a nézőket. Titeket. Alkotásra. Egy világ létrehozására, amely a fejünkben létezik, és folyamatosan változik. Akár csak a Minecraft háttértörténete, ami a játék tervezési módszere miatt mindig új elemekkel bővül, és emiatt a régi elméletek is változhatnak. De egy valami biztos, a történet igenis létezik. A most következő eredet videó a Minecraft eredet című sorozat 21. eleme. Ha még nem láttad az előzőeket, érdemes lehet megtekintened azokat a videókat is, különben a videó hátra levő része érthetetlenné válhat. A mai videóban minden idők legsötétebb és legmélyrehatóbb Minecraft eredet történetét fogom elmesélni nektek. Íme az ősi városok rég elveszett, tragikus múltja. Az ősi városokban sétálva mély palatornyok meredeznek rád. Tudod, hogy valami szörnyűség történhetett itt sok évvel ezelőtt? Mi okozhatta az építők fajának bukását, akik valaha ezeknek az egykor nagy városoknak a falait lakták? Ezek az údon folyosók egykor egy nyüzsgő város pontjait kötötték össze. Itt emberek éltek. Előttünk. De ma már üresen állnak. A Minecraft 1.19-es frissítése minden idők leggazdagabb frissítése háttértörténet szempontjából, hiszen bővelkedik a szándékosan elrejtett jelekben és utalásokban, amire még sohasem volt példa a Minecraft háttértörténetében. Éppen ezért ezt az elméletet nehezebb megközelíteni, mint az előzőeket, hiszen itt egy sokkal konkrétabb történet elmeséléséről van szó, szemben a korábbi frissítésekkel, ahol sokkal nagyobb szerepet játszottak a játékos által kitalált összefüggések. Éppen ezért a mai videóban a Skulk, a Warden és az ősi városok történetéről lesz szó, és a városokban található központi épület, valamint az új zenelemez története pedig egy későbbi epizódban fog majd szerepelni. Annál is inkább, mivel itt aztán van miről beszélni, mármint egy romokban heverő város mélyen a föld alatt, lélektűz és léleklámpások, a Minecraftban valaha ismert legerősebb új lény, és persze egy új, invazív életforma, a Skulk. Igen, szerintem ugyanis ez egyfajta új létforma, amely fertőző módon terjeszkedik nem csak az ősi városokban, hanem a sötét mélység bájomban mindenhol. Erre maga az elnevezés is utal, Skulk. A Skulk szó jelentése lopakodva mozogni, hogy ne vegyenek észre. Vagyis ez az anyag észrevétlenül megjelent a világ legalján és terjedni kezdett. Már csak kinézetre is idegennek tűnik, nem e világinak. Vagyis van egy új idegen anyag, ami lelkekből és lélekenergiából táplálkozik. A lélekenergia jelenlétét a Minecraftban már bebizonyítottuk egy korábbi epizódban, úgyhogy most nem szeretnék külön kitérni erre. Na de honnan tudhatjuk, hogy a Skulk tényleg lelkekkel táplálkozik? Nos, amikor meghal egy lény a Skulk közelében, a Skulk elkezd terjedni abba az irányba. Sőt, ha távolról megfigyelünk egy Skulkkal megfertőzött területet, azt vehetjük észre, hogy buborékszerűen vannak szétterjedve az egyes csoportosulások. És azt is tudjuk, hogy a Deep Dark Biomban nem spawnolnak szörnyek. Valamint a Skulk anyag bejelentésekor a fejlesztők is kitértek erre a részletre, és megemlítették, hogy itt egykor nagyon sok mindennek kellett meghalnia ahhoz, hogy ilyen mértékű legyen a Skulk terjedése. Holott a Skulk önmagában nem sebzi az élőlényeket. Ott van még a Skulk Sticker nevű blokk is, amelyben egyértelműen látható, hogy lelkek kavarognak. Vagyis egyértelműen kijelenthető, hogy a tapasztalatenergia egyenlő a lélekenergiával, és a Skulk képes átalakítani az előbbit az utóbbivá. Erre még a Cutter Skulkkal kapcsolatos blokkok hangja is utal, hiszen a Minecraftban már jól ismert lelkek suttogása hallható. Valamint a Skulk terjedése közben is megfigyelhetjük, ahogy a lelkek előre törnek. A Skulkon sétálva egy nyálkás, puha anyag hangjai hallhatóak, valamint néha a lelkek eltompított hangja is. Mintha ez a mohaféle, nevezzük egyelőre mohának, bár nem ez a megfelelő szó rá, szóval mintha ez a mohaféle egy érző valami lenne. Egyfajta szuperorganizmus, ahol az egész szerkezet egy összességet alkot, és érzi, ha bármely pontján valami történik benne. Erre utal a Skulk vein, azaz Skulk erezet vagy véna elnevezés is. A véna általában az elhasznált vért szállítja a központ, vagyis a szív felé, hogy aztán a tüdőn keresztül ismét megteljen oxigénnel. Vagyis elképzelhető, hogy a Skulknak is van egy központja, egy forrása?
Most mondhatnátok, hogy persze, hogy van neki forrása, hiszen ott van a skalk katalizátor, amelyből újabb és újabb skalkok törnek elő, ha meghal a közelében egy lény. Szerintem azonban nem ez a terjedés fő forrása, ez csak segít a tovább terjedésében, mint egyfajta alközpont. Elképzelhető lenne, hogy az ősi városok központjában lévő portálszerű szerkezetből származik? Elvégre itt a legkoncentráltabb a skalk jelenléte, habár ez utalhat a város egykori lakóinak tragikus sorsára is. Talán ez egy átjáró lenne? Az megmagyarázná a Minecraftban tipikus portál követelmények jelenlétét, a szabályos alakzatú, már-már széttörhetetlen portálkeret, a közvetlen hőenergia jelenléte, és hogy a felszíni romos nether portálok körüli netherrack blokkokhoz hasonlóan, itt is a skalk terjed át egy aktiválatlan portálból, ami egykor ezek szerint igenis aktív volt. Ráadásul a skalk korai fejlesztése alatt lyukakból állt, amiken keresztül a fejlesztők szerint át lehet tekinteni az üreg sötét mélységébe, ami talán a mélyedésen túl betekintést engedett volna a skalk világát alkotó furcsa erőbe is. De vajon az ősi város egykori lakói, vagy a portál túloldalán lévők alkották meg a portált? Elvileg bármelyik opció lehetséges, hiszen ha például aktiválunk egy nether portált, az a túloldalon is létrehoz egy portált, amit viszont nem mi építettünk. A megerősített mélypala blokkok a környező mélypalák miatt azt az elméletet erősítik, hogy a város lakói építették, és nem egy már meglévő portál köré építették a városukat, de mivel még nem tudunk eleget ezekről az építményekről, korai lenne bármit is kijelenteni. Semmi sem lehetetlen, de mint mondtam, ezekről az építményekről egy későbbi videóban lesz szó részletesebben. Szóval ott tartottunk, hogy a skalk egy nyálkás, kaptártudattal rendelkező szuperorganizmus, amely halott lényekkel táplálkozik. Ismerőse hangzik? Ebben a sorozatban már számtalanszor szó volt a Minecraftban jelenlévő gombák rejtélyes működéséről, és hogy mennyire szerves részét képezik az egész alaptörténetnek. Most azonban valami másról van szó. Ez a gombaféle ugyanis nem a halott lények biológiai és kémiai maradványain, hanem a lelkük energiájából táplálkozik. Ráadásul minél nagyobb tapasztalatenergiával rendelkezett az adott lény, annál nagyobb mértékben tud tovább terjedni a skalk. Szóval a Deep Dark biomokban vagy valami nagyon nagy energiájú lény pusztult el, vagy nagyon sok közönséges élőlény. És azóta nem is spónolnak itt szörnyek, akár csak a gombasziget biomokban. Ugyanakkor még mindig nem feltétlenül lehetünk biztosak abban, hogy a skalk egy gombaféle. Lehet, hogy valami egészen más életforma, ami éppenséggel rendelkezik bizonyos, általunk is ismert és gombákkal azonosított tulajdonságokkal. Például az előbb említetteken túl ott van még a tény, hogy csak a világ legmélyebben fekvő, legsötétebb zugában jelenik meg. Valamint biolumineszkáló, azaz fénylésével odacsalja a különböző lényeket, hogy legyen mivel tovább terjednie. Ez lehet egy evolúciós képesség is. De egy rendkívül érdekes tulajdonságáról még nem beszéltem. A hangokról, pontosabban a hangok által keltett rezgésekről és azok skalkkal való kapcsolatáról. Egy 2019-es tanulmány szerint ugyanis elképzelhető, hogy egyes gombafajok ezeket a rezgéseket képesek információként érzékelni. A talaj biodiverzitásban gazdag, és folyamatosan kémiai információ áramlást hordoz magában, ennek ellenére a talajról alkotott képünk sötét és csendes. De mi van akkor, ha a talaj élővilága a hangot, vagy általánosabban a rezgéseket információforrásként kezeli? Ezeket a rezgéseket a talaj élővilága hozza létre, és egyre több bizonyíték van arra vonatkozóan, hogy az ilyen rezgések, beleértve a hangot is, érzékelhetők. Ennek számos oka lehet, például a potenciális veszély, vagy éppen célpont pontos észlelése. Ráadásul egyes élőlények képesek reagálni is ezekre a rezgésekre. A földi giliszták például feljönnek a felszínre, ha a megfelelő ütemben kaparunk egy földbeillesztett fadarabot, ekkor ugyanis összetévesztik a földre hulló eső hangjával, vagy legalábbis az eső által keltett rezgéssel. De miért érné meg egy gombafélének a hangrezgésekből való információszerzés szemben a hagyományos kémiai jelekkel? Nos, a hangrezgések által keltett fizikai információáramlás sokkal gyorsabb, energiahatékonyabb és nagyobb távolságokat hidal át, mint a kémiai jelek. Habár a valóságban a gombafélék ezt a képességet elsősorban arra használják fel, hogy elkerüljék az állatokban gazdag, ennél fogva veszélyes területeket, a Minecraftban elképzelhető, hogy pont az ellenkezője igaz, és a skalk arra használja a rezgéseket, hogy közelebb jusson a friss lélekenergiában gazdag élőlényekhez. A veszély előrejelzése ugyanakkor egyelőre nem tűnik szempontnak, hiszen jelenleg nem ismerünk konkrét dolgokat, amelyek nagy mértékben visszaszorítanák a skalk terjedését. Látszólag megállíthatatlan, és terjedésében a Warden mellett olyan blokkok segítik, mint a Skalk Catalyst vagy Skalk Shrieker. Ezekben, valamint a megerősített mélypala blokkokban mind közös, hogy egy fehér színű anyag van bennük. Első ránézésre, különösen a Warden esetében olyan, mintha csontok lennének. Ráadásul a blokkok letevésének vagy széttörésének hangja tartalmazza a sima csontblokkok hangját is. Feltehetőleg ezeket a skalk hozta létre, hiszen az ősi városokon kívül máshol is előfordulnak ezek a blokkok, kisebb csoportokban, beleértve a Wardent is. Egyszerűen a lakott városok köré koncentrálódott, hiszen itt volt a legtöbb élőlény.
Vagyis feltételezhető, hogy maga a szkálk, mint anyag, nem a városlakók alkotása, mert a városon kívül is megjelenik, anélkül, hogy a városban lévő szkálkkal összekötetésben lenne. Márpedig arra nincs bizonyíték, hogy indirekt módon is képesek kapcsolódni egymással. Na de beszéljünk egy kicsit a Wardenről. A Warden egy 3 blokk magas mob, amely az eddigi legerősebb lény a Minecraftban, mind életerő, mind sebzés tekintetében. Láthatólag egy szkálkkal borított lényről van szó, amelynek csontjai néha kilátszódnak. Sőt, nem csak hogy szkálk borítja őt, de még ugyanabból az anyagból is áll, mint a szkálk. Ezt a Minecraft egyik fejlesztője igazolta. Talán ugyanaz az erő irányítja őket. Kinézetükben hasonlítanak a Proxikra, a Soma nevű játékból, ahol a Proxik egy laboratóriumban kifejlesztett gél által megfertőzött alkalmazottak, akiket ez a gél irányít. Talán itt is hasonló dolog történt a város lakóival? Nem feltétlenül, hiszen a Warden esetében nem egy emberi test elmutálódott változatáról beszélünk, hanem feltehetőleg egy szkálkból és lelkekből összesűrűsödött lényről, amely valamiféle tudattal rendelkezik, amit a szkálk forrása irányít. És a Warden instabil mozgásából arra következtethetünk, hogy egyszerre több elhullott lény maradványaiból tevődik össze, amelyek próbálnak egyben maradni. A Minecraftban már találkoztunk halottak lelkének öntudatra ébredésével, amikor a Blaze-ek vagy a Ghastok eredetét vizsgáltuk, szóval nem teljesen új koncepció. Na de beszéljünk inkább arról, amit biztosan tudunk a Wardenről, hiszen maguk a fejlesztők is igazolták ezeket a tényeket. Egyrészt tudjuk, hogy a Skulk nem borítja be a szemét, egyszerűen sosem volt szeme, és ezért nem lát. Ami nem túl megszokott a Minecraftban, de nem meglepő, ha egy olyan fertőző anyagról beszélünk, amiről az előbb megállapítottuk, hogy a hangok rezgései által tájékozódik. Mindez abból is kiderül, hogy nem a hangokra figyel fel, hanem a hangok által keltett rezgésekre, amik megrezegtetik a fején található kitüremkedéseket. Vagyis nem ismeri a látás fogalmát. Azt is tudjuk, hogy nem élő halottak, azaz nem kapcsolódnak úgy az eddigi eredet történetünkbe, mint a legtöbb mob. Ráadásul nem gyulladnak meg a tűzben vagy a lávában sem. És mi meglepő, a skulk blokkok is tűzállóak. Aztán ott vannak még a hangja is. A maga több mint 80 különböző hangjával szerintem nyugodtan kijelenthetjük, hogy ennek a mobnak van a legtöbb hangváltozata a játékban. De vajon miért? Miért ennyire fontosak a hangjai? Nos, már csak az egyes hangfájlok neveiből is tudhatjuk, hogy valami nem stimmel a Wardennel. Az egyik hangcsoportnak például az a neve, hogy Warden nyögdécsel. Az adott hangfájlokat meghallgatva valóban olyan érzés, mintha a Warden fájdalmasan felkiáltana a szenvedéséből. De vajon miért szenved? A Skulk moha irányítása miatt, vagy van valami más oka is? A lelkek. Ha alaposabban megnézzük a mellkasát, középen ketté nyílnak a bordái, és a lélekhomok blokkokról már jól ismert lelkek láthatók benne. Ráadásul a hangrobbanásos képességénél azt figyelhetjük meg, hogy a bordái szétnyílnak, és a lelkek fülsüketítő sikoltásával éri el a hangrobbanást, ami sebzi és hátra löki a játékost. A Minecraft egyik fejlesztője azt mondta, hogy ezek a lelkek nagyon fontosak a Warden háttértörténetével kapcsolatban. Vagyis a Warden ugyanazokból a lelkekből áll össze, amelyekkel a Skulk táplálkozik. És ezek nem csak dekorációként vannak a szíve helyén, ezek éltetik őt. A Wardennek ugyanis van szívdobogása. Amikor megsebezzük őt, a mellkasában lévő lelkek vörössé válnak, mintha megsérültek volna. Ráadásul a Warden szívdobogása egyre jobban felgyorsul, ahogy közelebb ír a játékoshoz. A fejlesztők továbbá azt is igazolták, hogy nem őriz semmit, mint ahogy azt a nevéből sokan gondolták. Ugyanis ahogy azt az eredet sorozat legelső részében is említettem, a Warden szó olyas valakire utal, akinek feladata, hogy felügyeljen egy adott dolgot vagy területet, vagy hogy bent vagy éppen kint tartson valamit valamihez képest. A fejlesztők igazolásából azonban arra következtethetünk, hogy a neve valami másra utal. Vajon mi lehet a feladata? Távol tartani a nem kívánt személyeket a központi épülettől? Talán a Skulk így próbálja megvédeni a saját forrását, ami a portálon túl található. Azt azonban egyelőre kijelenthetjük, hogy a Wardenek nem olyan értelemben őrzők, mint a Guardianek, akik a víz alatti templomokat őrzik. Nem a városlakók hozták őt létre, hiszen láthatólag őket is utolérte a veszély. Máskülönben miért hoztak volna létre egy lényt, amely nem képes megkülönböztetni a teremtőit és az ellenségeket? Azt is tudjuk, hogy a városlakók sokáig éltek vele együtt, talán még istenítették is a vésett mélypalaoltárok és a Warden fejre emlékeztető központi építmény alapján, de ezekről egy kicsit később lesz szó részletesebben. Na de beszéljünk egy kicsit ezekről az ősi városokról. Egyik különlegességük, hogy kizárólag mélyen a föld alatt találhatóak, és az ott generálódó mélypalablokkokból lettek megépítve. Feltehetőleg a központi épületet, beleértve a keretet is, a városlakók építették, hiszen minden mélypalából van. Na de miért pont ilyen mélyen épült meg ez a város? Kizárt, hogy egykor a felszínen lett volna, hiszen ilyen mélyre semmi nem sügyezthette. Még a lakóépületeknek sincs tetejük, hiszen ha eredetileg is a föld alatt voltak, akkor minek építettek volna neki tetőt? Szóval miért vannak ezek az ősi városok a föld alatt?
Ennek megválaszolásához le kell rántanunk a leplet a mai videóban már oly sokszor említett városlakókról. Ezek nem mások voltak, mint az ősi építők. Ha nekem nem hiszitek el, hallgassátok meg az egyik fejlesztőt, amint véletlenül elhinte egy utalást az ősi városok múltjával kapcsolatban. And then you're not gonna tell the players. Yeah. But you can tell me. So, the lowdown is, these cities, they come from an ancient civilization, but... Are you still recording? Szóval, az ősi építők. A sorozat régebbi nézői már sejthetik, hogy miért kényszerültek lemenekülni a felszínről a föld alá. Odafent ugyanis a vidör sorvasztása, valamint a zombi vírus terjengett, ami ezresével ölte meg az ősi építőket, akik nem tudtak elmenekülni az Endbe. Ahhoz, hogy megértsük az ősi építők történetét, alaposan meg kell vizsgálnunk az ősi városokat, és kívülről befelé haladva egyre közelebb jutunk a megoldáshoz. Egyébként egy kis érdekesség, hogy az ősi város felépítése erősen emlékeztet Mohenjo-Daro-ra. Mohenjo-Daro az indusvölgyi civilizáció egyik legnagyobb és legszervezettebb városának a romja. Külön érdekes, hogy a város neve annyit jelent, a halottak dombja. Micsoda véletlen egybeesés. Mohenjo-Daro romjai hihetetlen várostervezői képességről árulkodnak. Az ősi metropolis urbanisztikai szervezettsége, építési módszerei és a körülbelül 40 ezer fős lakosságot kiszolgáló közszolgáltatásai csak a 2000 évvel későbbi császári Róma fejlettségével vethetők össze. További érdekesség, hogy akárcsak az ősi városokat, Mohenjo-Darót is hatalmas falak vették körül, és az egyes városrészeket szisztematikus úthálózat osztotta fel, ugyanúgy voltak benne fürdőmerencék és többemeletes épületek, továbbá Mohenjo-Daróban volt egy fellegvár is, amely kiemelkedett a lakónegyerek közül, és itt állt a Magtár épülete, amely az államkincstár szerepét töltötte be, itt fizették be a város lakói a természetbeni adókat búza vagy árpa formájában, valamint volt alatt egy föld alatti raktár is, mindez az ősi városokból kiemelkedő épületre, valamint az az alatti titkos helyiségre hasonlít. Mohenjo-Daro nevéhez kötődik még az úgynevezett Pasupati pecsét is, ami egy zsírkőpecsét volt, és a rajta lévő szimbólumok alapján azt feltételezik, hogy egy állatistenséget tiszteltek, ami megvédte őket a vadaktól. És ha megnézzük az ősi városokban lévő vésett mélypalablokkokat, azokon egy Warden fejre hasonlító véset látható. Ráadásul ezeket a blokkokat oltárszerű építményekhez használták fel, és gyertyákkal vették körül. Visszautalva a videó korábbi részére, egyre több bizonyíték mutat arra, hogy az ősi építők hosszú ideig éltek együtt a Wardennel. Beszéljünk tehát egy kicsit az ősi építők Wardenhez való alkalmazkodásáról. A legszembetűnőbb dolog a szürke gyapjú jelenléte szinte mindenhol. Ezek egyrészt padlóként szolgáltak a falak és folyosók biztonságos használata érdekében, hiszen a gyapjúblokkok elnémítják a hangokat, és rajtuk közlekedve nem vesz minket észre a Warden. Ezek a gyapjúblokkok azonban sokszor 3-4 blokk mélyre mennek, vagyis a falak belsejében lévő gyapjúpadló egyszerre szolgált hangtompító falként is a mélypalafalon kívüli, alacsonyabban fekvő területek számára, így megvédve az ott lévő ősi építőket is. Egy másik jele az alkalmazkodásnak az előbb említett fürdőmerencék. A Warden egyik kevésbé ismert tulajdonsága, hogy ha nem biztos abban, hogy hol van a célpontja, képes kiszagolni egy bizonyos távolságról. Erre valószínűleg az ősi építők is rájöttek, és emiatt gyakran vettek fürdőket, hogy ne tudja őket kiszagolni a Warden. Pontosabban a játék fájaiban ezeket a medencéket szaunaként emlegetik, ami a szagok megszüntetése mellett a hideg barlangok fűtését is megmagyarázza. De ami végképp meggyőzött az alkalmazkodásról szóló elméletemben, az a gyertya. Nem érdek sok gyertya. Eleinte nem tudtam elképzelni, hogy miért van ilyen hihetetlenül sok gyertya az ősi városokban. Korábban ezt félig bár megválaszoltam, hiszen azt mondtam, hogy az ősi építők oltárokat építettek a Wardennek, és egy oltárnak szerves részét képezik a gyertyák. Az is elképzelhető, hogy halottaikat temették el, és sírhelyeikre gyertyákat helyeztek. De hogyan is kapcsolódnak a gyertyák az alkalmazkodáshoz? Nos, ugyanúgy, mint a fürdőmerencék. Mire használjuk a gyertyákat otthonainkban? Arra, hogy kellemes illattal lengjék be a lakásunkat. Vagyis az ősi építők mindent megtettek, hogy a Warden ne hallja meg, és ne is tudja kiszagolni őket. És még az is elképzelhető, hogy a sírhelyeikre azért is tettek gyertyákat, hogy elnyomják az onnan áradó kellemetlen szagokat. Habár az is lehetséges, hogy a gyertyákat nem is az ősi építők helyezték el, de erről majd kicsit később. Az ősi városokban generálódó struktúrák közül az egyik legérdekesebb a barrak névre hallgató épület. Ezek magyarul laktanyák, amiket katonák elszállásolására használnak. Talán az ősi építők rétegződni kezdtek, és saját védelmük érdekében katonákat állítottak ki? Nem biztos. Az ősi építők tisztában voltak azzal, hogy nem képesek felvenni a harcot a Wardennel, ezért is választották inkább az alkalmazkodást, és ezért nem találunk fegyvereket, csak páncélokat az itteni ládákban. De talán ha a központi építmény egykor tényleg egy portál volt, elképzelhető, hogy harcosokat küldtek át a túloldalra, akik azonban sohasem tértek vissza. És ha már az előbb a lootról beszéltünk, itt is van néhány érdekesség.
Az egyik a gyógyító bájitalok jelenléte. A Minecraftban nagyon kevés helyen találunk gyógyító bájitalokat, vagy úgy egyáltalán bájitalokat. Ott vannak például a víz alatti légzés bájitalok az elásott ládákban, hiszen tudjuk, mi történt a tenger szívét kereső ősépítőkkel. Aztán ott vannak az instant életerő bájitalok az endbeli hajókon. Tudjuk, hogy az ősépítők a végzett sárkányvadászatok során megsérülhettek, ami megmagyarázza az instant életerő bájitalokat. Valamint időben itt érte őket utol az Endermite néven ismert dimenziók közti parazita, ami végül a vesztüket okozta. Tehát tudjuk, hogy az ősi városokban a Vordon és a Skulk betegség miatt volt szükség a sérültek és betegek ellátására, ezért halmozták fel maradék gyógyító bájital készleteiket a ládákban. Szintén a ládákban találkozhatunk használt gyémánt kapákkal is, legtöbbször enchantolva. A kapa jelenleg a legjobb eszköz a Minecraftban a Skulk eltávolítására, hiszen ezzel lehet a leggyorsabban kiütni a Skulk blokkokat. Vagyis az ősépítők aktívan védekeztek a Skulk ellen, és tartós gyémánt kapákkal igyekeztek visszaszorítani a terjedését. Egy másik érdekes loot a könyv item. Ez a sima könyv item, ami nem olvasható és nem is lehet vele enchantolni. Ez nem azt jelenti, hogy nem volt írásosság, a könyv pont hogy a jelenlétére utal, csupán gameplay tervezési döntés, hogy nem olvashatóak a könyvek a Minecraftban. Ezek az itemek az ősi városokon kívül még a hajóroncsok térképes ládáiban, a strongholdok könyvtáros ládáiban és a falvak lakóház ládáiban találhatók meg. Mindhárom helyszín fontos része a sorozatban ismertetett háttértörténetnek, és mindegyik valamilyen kutatás vagy felfedezés helyszíne, ami megörökítést igényelt. A ládákban találkozhatunk még aranyrépával és gyanús ragúval is. Az aranyrépáról köztudott, hogy az egyik leglaktatóbb ételitem a Minecraftban, amire elég nagy szükség lehetett egy föld alatti városban, ahol a földművelés, valamint a szagok és a hangok miatt az állattartás nem volt kivitelezhető. Ráadásul az aranyrépákból éjjellátás bájital készíthető, ami kifejezetten hasznos egy föld alatti városban. Egyébként az aranyrépák eddig kizárólag a Nether bástyákban és a romos Nether portáloknál voltak megtalálhatók, és tudjuk, hogy mindkét helyszín fontos a játék háttértörténetét illetően. A gyanús ragú a Minecraftban virágokkal készíthető el, és a hozzáadott virágtól függ, hogy milyen effektet ad a játékosnak, aki megeszi. Az ősi városokban azonban kizárólag olyan gyanús ragúk vannak, amik éjjellátás effektet vagy vakság effektet adnak. Az éjjellátás szükségessége szerintem nem igényel különösebb magyarázatot, ha egyszerre a világ legsötétebb pontján vagyunk. A vakság azonban annál inkább. Miért akarnának szándékosan megvakulni az itt élők? Nos, szerintem itt arról van szó, hogy eredetileg minden gyanús ragú éjjellátás effektet adott, de a Skulk megfertőzte az élelmiszeres ládákat, és a Skulkkal való érintkezés hatására megváltozott a gyanús ragúk hatása. Ez már csak azért is valószínű, mert az előbb felsorolt összes ételitemmel kizárólag a jégvermekben találkozhatunk. A jégvermek föld alatti helységek, amik tele vannak hóval és jéggel. Feltehetőleg így próbálták lefagyasztani a megmaradt élelmüket, hogy minél tovább megmaradjon. Annyira fontos volt számukra a kevéske élelem megőrzése, hogy hangjelzéses védelmi rendszerrel látták el, így ha valaki megpróbálta ellopni az élelmüket, a Warden felfigyelt volna rá. Talán még abban is reménykedtek, hogy a Skulk nem bírja a hideget, és így biztonságban lesznek ezek a létfontosságú itemek. De ez nem így történt, és a Skulk bejutott a jégvermekbe, ahol érintkezett a gyanús ragukkal is. Egy kicsit visszatérve az alkalmazkodáshoz, ezekben a ládákban hógolyókkal is találkozhatunk, amikről köztudott, hogy nagyon hatásosan terelik el a Warden figyelmét, hiszen ha eldobjuk őket, a Warden elmegy megvizsgálni a leeső hógolyó hangját. Egy másik fontos loot a ládákban található csont, illetve az alkófokban elhelyezett koponyák. A Minecraftban ugyanis ez az egyetlen hely, ahol természetes módon generálódó koponyákkal találkozhat a játékos. Vagyis az itt élők eltűnését valóban egy helyi tragédia okozta. Na de akkor mivel magyarázzuk az ősi városokban lévő léleklámpásokat és lélektüzeket, valamint lélekhomokblokkokat? Ezeket eddig kizárólag a Netherből lehetett megszerezni. Tudjuk, hogy az ősépítők jártak korábban a Netherben, de szerintem ők akkor sem és most sem foglalkoztak ezekkel a blokkokkal. Sosem találtunk erre utaló bizonyítékokat, és azt is kétlem, hogy a felszínről úgy menekültek a mélybe, hogy még gyorsan magukkal hozták az összes lélekhomokblokkjukat meg léleklámpásukat. Szerintem sokkal valószínűbb, hogy miután az ősépítők elmenekültek vagy kihaltak, az ekkor már nagy kiterjedésű Skulk, mint megtestesülő lélekenergia megfertőzte a legfontosabb hőenergiaforrásokat, a lámpásokat és a portál alatti tüzet. Na de akkor mégis miért maradtak ki az árváltozásból a gyertyák? Nos, egyrészt a Minecraftban nincsenek lélekgyertyák, és a fejlesztők még ebben a verzióban sem adtak hozzá ilyen itemeket a játékhoz. Talán elképzelhető, hogy nem is az ősi építők helyezték el őket, hanem valaki más. Sokkal később. És itt vesz egy hatalmas fordulatot a történet. Az ősi városokban ugyanis a megszokott mélypalákon és szürke gyapjú blokkokon kívül más blokkokkal is találkozunk, amelyek rendkívül kilógnak a többi közül. Sötét tölgy deszkák és sötétkék, világoskék, ciánkék gyapjú blokkok. Ez a blokk kombináció pedig nagyon is ismerős nekem.
Az Illidgerör tornyok és erdei kastélyok ugyanis mind sötét tölgyfából állnak. Ráadásul az erdei kastélyokban van egy szoba, ami kifejezetten sötétkék, világoskék, ciánkék gyapjú blokkokat tartalmaz. Ez utóbbi rejtélyét már megfejtettük az Illidgerökről szóló epizódban, most azonban minden szál összeér. Abban a videóban ugyanis arra a következtetésre jutottunk, hogy az Illidgerök száműzött falusiak, akik a sötét mágiával kísérleteznek, és céljuk, hogy a letűnt ősi civilizáció nyomdokaiba lépve hatalmat nyerjenek az élet és a halál felett. És ez többé-kevésbé már sikerült is nekik, hiszen megalkották a halhatatlanság totemét, valamint elrabolt falusiakból megalkották a Vindicatoröket és a Ravageröket. Valamint egy későbbi videóban azt is el fogom magyarázni, hogy hogyan kapcsolódik a lélekenergia és a tapasztalatenergia az Illidgerökhöz. De előbb az ősi városok. A legtöbb gyertyát a városközponti portál szerkezetet és a városszerte elszórt kis szobrokat körülvevő csoportokban helyezték el. És mint tudjuk, az Illidgerök arról ismertek, hogy szentélyeket építenek olyan helyekről, ahol már jártak, és olyan dolgokról, amelyeket láttak, csak éppen nem értik meg teljesen a működésüket. Amíg a gyertyákat is ők helyezték el, feltehetőleg azért tettek így, hogy istenítsék a portált vagy a Wardent, vagy hogy kinyerjék a város lélekenergiáját. De ha még a gyertyákat nem is ők helyezték el, a sötét tölgyfa blokkokat és a kék gyapjú blokkokat biztosan. Ezeket elsősorban a leomlott helyeken való átkeléshez használták, illetve még az őrtornyaikra emlékeztető épületekkel is találkozunk itt, egy részük pedig mélypalából épült, szóval talán innen vették át építészeti stílusukat is. A legmeggyőzőbb utalás azonban az egyik ősi városokban generálódó struktúra, aminek a neve tábor. Ez lényegében egy nagyrakás kék gyapjú, ami betemet egy kialudt tábortüzet. Vagyis az Illidgerök hosszasan tanulmányozták az ősi városokat és letáboroztak. Mindezt a lélekenergia kinyeréséért és működésének megértéséért tették. És végül elérkeztünk az ősi városok szívéhez, a városközponthoz. Mint hogy azt már korábban is említettem, a Minecraft jelenlegi verziójában még nincs funkciója ezeknek a téglalap alakú építményeknek, de nem tartom kizártnak, hogy egy későbbi frissítésben még kezdeni fognak valamit ezekkel az épületekkel. Egyelőre azonban tételezzük fel, hogy jelenlegi formájukban képezik a történet részét, és ha esetleg a jövőben valamilyen változtatás éri őket, visszatérek majd rájuk egy későbbi videóban. Most azonban beszéljünk egy kicsit az alattuk található titkos laboratóriumról. Kevesen tudják, hogy a városközpontok alatt van egy titkos helység, amit nem is olyan egyszerű megközelíteni. A központi struktúrákhoz közelítve redstone lámpaoszlopokkal találkozunk, amelyek fölött vízbe rejtett skalk szenzorok vannak, és ha az oszlopok alatt sétálunk, lépteink hangja aktiválja ezeket a lámpákat. Feltehetőleg azért helyezték őket vízbe, hogy ne keltsenek további rezgéseket a szenzorok, de ez a mechanika egyben utal a titkos ajtó működésére is. A titkos ajtó ugyanis csak a megfelelő helyen kiadott hangokkal aktiválható. Több változat is generálódhat, az egyik esetében egy aranyalmát tartalmazó láda van kihelyezve. Ha az aranyalmát megfelelő helyen fogyasztjuk el, az evés által kiadott hangok aktiválnak egy belső skalk szenzort, és egy rövid ideig kinyílik a titkos ajtó. A laboratóriumban különböző redstone-nal kapcsolatos blokkok működését figyelhetjük meg. Ennek a gameplay perspektívája az, hogy az új játékosokat megtanítsa a játék a redstone alapjaira, de pusztán ebből az okból nem lenne így elrejtve. Itt valaki egykor igenis kísérleteket hajtott végre, szemmel láthatóan a Skalk redstone alkalmazását is figyelembe véve, főleg ha a kinti Skalkkal aktiválható redstone lámpákat és titkos ajtót is megemlítjük. Vagyis az ősi építők tanulmányozni kezdték a Skalk moha működését. És talán a vésett mélypalablokkokon nem is egy Warden fejét láthatjuk, hanem a lelkek arcait. Nézzétek csak meg, mennyire hasonlít a blokk textúrája a Minecraft Dungeons-ben található lelkekkel kapcsolatos itemekhez. Tagadhatatlan a hasonlóság. Vagyis az ősi építők alaposabban is tanulmányozni kezdték a lelkeket és a lélekenergiát. Nem hinném, hogy az Illidgerök lettek volna a kísérletezők, hiszen semmi nyomuk nincs a laboratóriumokban, és maga a titkos ajtó sincs feltörve, tehát feltehetőleg az Illidgerök sosem találták meg ezt a titkos helységet, és az ősi építők óta a játékos az első, aki kinyitja ezt a falat. Az egyik legszembetűnőbb dolog a betört üvegablakok látványa. Vagyis a kezdetekben sikerült kordában tartaniuk a Skalkot, és még kísérleteket is végeztek rajta, de egyszer csak elszabadult és agresszívabb formát öltött, amit már nem tudtak megállítani. Kiszabadult a laboratóriumból, és a város lakosságát megtámadva fokozatosan bekebelezte a várost. Létrehozva a Wardent pedig sokkal hatékonyabban tudott tovább terjedni, és célzottan felkutatni a rejtőzködő túlélőket. Az ősi városok bekerülésével úgy tűnik, végre megkaptuk a Minecraft titokzatos történetének tragikus végkifejletét. Első pillantásra ezek a helyek titokzatosnak tűnhetnek, de a játék minden egyéb aspektusa az eredetükre mutat. Régóta feltételezzük, hogy az Overworldot valamikor egy ősi építőkből álló faj lakta, akik megépítették a templomokat, akiknek településeit elmosta a víz, és hajóikat a mélybe taszította a vihar.
Valamikor felfedeztek egy szörnyű vírust, valószínűleg az interdimenzionális utazásaik miatt. Egy vírust, amely nem pusztán megölte gazdáit, hanem zombikká változtatta őket, akik csak azért éltek, hogy tovább terjesszék a betegséget. Későbbi stádiumában nem maradt belőlük más, mint a csontvázuk. A betegséget azonban viszonylag visszafogták, már csak a portálokat kellett lerombolniuk, és a probléma megoldódott volna. De az ősi építők örök buzgók voltak. Nem csak elkerülni akarták a vírust, hanem le akarták győzni. A falusiak immunitása nagyobb volt, a falusiak talán már régen leváltak, és miután elhagyták az ősi építők fanatizmusát, csökkent az intelligenciájuk, talán egyszerűen nem volt annyi agyuk, hogy a vírus táplálkozzon belőlük, így az idők során kialakult náluk egy immunitás. Kísérletezéseken keresztül végül felfedezték a megoldást, az aranyat, amely természeténél fogva mágikus és tisztító tulajdonságokkal van átitatva. Átalakították fogyasztható tárolókká, azaz aranyalmákká, de egy lépés még hiányzott. Mire rájöttek volna a megoldásra, a zombivírus kezelhetetlenné vált. Egyébként később a boszorkányok befejezték az ősépítők munkáját, de ne ugorjunk ennyire előre. A kísérletetést az okozta, hogy az aranyalmát nagyon nehéz volt elkészíteni. Egyetlen ellenszerhez majdnem egy teljes aranyblokk kellett. És hol volt sok arany? A Netherben. Az építők elkezdték kibányászni a Nether aranylelő helyeit, és az általuk átvitt élelmiszerforrásokból, a malacokból, idővel malac emberek, azaz piglinek jöttek létre a helyi körülmények miatt. Ezeket a deformált, mutáns rabszolgákat arra kényszerítették, hogy a tüzes alvilágban dolgozzanak értük, annak ellenére, hogy alkalmatlanok voltak rá. Hatalmas bányászati létesítményeket építettek, új szolgáikat arra képezték ki, hogy minden áron megvédjék az aranyat. Amikor a malacok némelyike a vírus jeleit kezdte mutatni, természetesen azt feltételezték, hogy ez csupán mutáns eredetük mellékhatása. És így az aranyat tömegesen szállították az Overworldbe, és így vírus spórákat vittek magukkal. A Netherből importált aranyat a hatalmas óceán templomokban tárolták, és guardianeket hoztak létre a létfontosságú arany védelmére, majd innen szállították tovább az Overworld minden részébe. Miközben így a vírust a civilizáció legtávolabbi zugaiba is elterjesztették, hiszen a vírus ellenszere valójában magában hordozta a vírust. A szerencsétlenség szó még csak le sem írja az Overworldot ért katasztrófát. A játékos jóval, jóval az apokalipszis után lép be a világba, és még akkor is szörnyek hordái kóborolnak a földön. Akkoriban ez tízszerese lehetett. Az építőket még minden erejük ellenére is túlterhelte a járvány. Körülöttük minden, hatalmuk minden jelképe összeomlott a szemük előtt. A bástyák buktak el először. A piglinek, kihasználva gazdáik gyengülését, fellázadtak. Kiűzték őket a bástyákból és kisajátították őket. Évszázadokkal később ma is ezekben a romokban laknak. Ezután a másik arannyal kapcsolatos építmények, a víz alatti templomok következtek és védőik vízbe fulladtak. Miután minden más lehetőség szerte foszlott, a túlélők egyetlen megmaradt menedékükbe húzódtak, mélyen, mélyen a föld alá. Ha ezeket az ősi városokat nézzük, úgy tűnik, mintha két különböző lakójuk lett volna. Vannak az eredeti mélypalás szerkezetek, kusza, romos és szkálkkal borított, majd ott vannak az újabb, sötét tölgyből készült építmények. Ezek újabban épültek, szőnyeggel borítottak és látszólag kifejezetten azzal a céllal tervezték, hogy elkerüljék a romváros utcáin leselkedő rémületet. A szkálkról az alábbi következtetéseket vonhatjuk le. A szkálk mágiával átitatott. Valójában feltehetőleg a legvarázslatosabb anyag a játékban. A Minecraft minden más mágikus elemének köze van az élethez és a halálhoz, legyen az a gombákból készített bájital, a halhatatlanság totemek, stb. A Skulk él, még ha nem is ugyanúgy, mint bármi más a játékban. Képes reagálni külső ingerekre, növekedni, terjedni és védekezni. Több mint valószínű, hogy a Skulk természetes módon jött létre, ahogy egyre többen haltak meg az évek alatt. De valaminek be kellett indítani a folyamatot, és mivel sehol máshol nincs Skulk a játékban, azt feltételezhetjük, hogy az itteni körülmények voltak a legkedvezőbbek. A sötétség és az áldozatok nagy száma mellett feltehetőleg a portálszerű építménynek is köze volt a Skulk megjelenéséhez. Az viszont valószínű, hogy az évek során az ősi építők hozzászoktak az új életkörülményekhez, és éberségük, valamint tudásuk csökkenni kezdett. Akár ők maguk tették, akár a Skulk, az egyszer biztos, hogy a lélekenergia megjelent a városokban, hiszen tele van léleklámpásokkal, lélekfáklyákkal és lélektüzekkel. Szükségük volt egy eszközre a lélekenergia tapasztalat megbízhatóbb tárolására. Ezért kezdtek el kísérletezni a Skulk lélektároló képességével. Arra azonban nem számítottak, hogy egy mutáns, mágikus anyag létrehozása, amely képes az elveszett lelkek tárolására, rossz ötlet lehet. Akárhogy is történt, a Skulk elterjedt és elkezdte felemészteni a várost. És lakói fokozatosan alkalmazkodtak. Ekkor még el sem tudták képzelni, hogy elmeneküljenek. Egyrészt sarokba voltak szorítva a felszíni katasztrófa miatt, és nem mehettek máshova, másrészt megszokták, hogy őseik elgyötört lelkének göcsörtös növekedése mellett éljenek. Idejük túlnyomó részét arra kezdték fordítani, hogy elkerüljék a Skulkot. Mindent szőnyeggel borítottak, a várost őrtornyokkal és hidakkal erősítették meg.
Mire az utolsó ősi építőt is felemésztette a Skalk, valószínűleg már nem maradt emlék a felszíni világról. Természetesen a város lakói nem váltak azonnal a szuperfejlett építőkből a Skalkkal harmóniában élő kőkorszaki barlanglakókká. Volt egy átmeneti korszak, amikor még rendelkeztek némi tudással a fejlett mágiáról és technológiáról, de a Skalk hatására egyre babonásabbak lettek. Ennél fogva ez idő alatt építhették a Warden szobrait valami furcsa kísérletként, hogy lenyugtassák azt, megalkották a gyors lopakodás varázslatot, szőnyeggel borították be a termeiket, és szájról szájra adták át leszármazottaiknak a Skalktól való természetes félelmet. És ezzel megfejtettük a Minecraft ősi városainak rejtélyét. Egy utolsó menedék, ahol a megmaradt ősi építők látszólag még egy esélyt kaptak az életre, miközben a felszínen az általuk épített világ lassan a darabjaira hullott. Az eddigi legtragikusabb eredettörténetünk betekintést nyújt egy társadalom könyörtelen sorsába, amint a pusztulás elől menekülve új életet kezdtek mélyen a föld szívében. Ám azzal nem számoltak, hogy a végzet mindenki számára elkerülhetetlen.